Vadászgépek kiképzési repülése miatt kell fokozott hanghatásokra számítani az ország több térségében, így Kecskemét közelében is. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát. Az MHVT Szent György Dezső 101. repülődandár tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Gripenjei február 23-án, valamint március 2-án késő délutáni és éjszakai repüléseket hajtanak végre Kecskemét, Eger, Mezőkövesd, Tiszafüred, Tiszaújváros, Nagyatád, továbbá Kaposvár, Szigetvár, valamint Szolnok, Veszprém, Várpalota, Hajmás kér térségében. Az érintett térségekben az említett napokon 14 óra és 21 óra között a megszokottól eltérő nagyobb zaj és hanghatás várható.